már második Dante Líceumán. Megragadnám az alkalmat, hogy bemutassam műsorvezető társamat, Kovács Ádámot. Én viszont akkor ezúton is szeretném bemutatni Veres Petrát, akivel alkalmam nyílt immáron második alkalommal, hogy együtt vezethessen vele a Dante Líceum nevű játékot. Szerintem ne is húzzuk az időt, és hívjuk az első csapatot. Jó, akkor szeretnénk kérni az első csapatot, a Nyerőség csapatát. Sziasztok! Hello! Hello! Honnan érkeztetek? Egerből. És milyen szakosok vagytok? Én intézményi kommunikátor, ő pedig mozgókép, kultúra és média ismeret. Honnan hallottatok a játékról? Az internetről. Láttátok esetleg az előző adást? Igen. És hogy tetszett? Tetszett. Nagyon izgalmas feladatok voltak. Volt esetleg olyan, amitől tartottatok? Hát talán a morzés feladat. Reméljük most nem lesz ilyen. Reméljük. Sok sikert a játékhoz. Sok sikert. És akkor hívjuk a következő csapatot, akik nem más, mint a mozi. Sziasztok! Ahogy! Halló! Akkor szeretnénk kérni egy rövid bemutatkozást. Honnan jöttetek, milyen szakosak vagytok? Hát, mi vagyunk a mozi. Igen. Mórézita. Igen. Mozaik szó. És hát én csecsemős vagyok. Én pedig mozgókép, kultúra és média ismeret szakos. Ó, de szépen elmondtad. Ha. És egyébként úgy magáról, műsorról honnan hallottatok, hogy erről a játék lehetőségről? Hát lakótársunk mondta, hogy lesz, és gondoltuk, hogy akkor eljövünk. Nem is láttuk az előző műsort. Nem láttátok még az előzőt? Nem. Nem, csak azt a kis trükköt. Ja, így a kis reklámfilmeket. Bocsánat. Szerintem még izgalmasabb lesz. Látatlanban. Igen. Akkor nektek is sok sikert kívánok. Volt egy harmadik csapatunk is, ők sajnos nem jelentek meg. Gendura Liz és Sima Georgina voltak, akik úgy neveztek, mint ők lesznek a harmadik csapat, de sajnos valami oknál fogva így nem tudtak eljönni, vagy nem jöttek el. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a kedvünket nem fogja megtörni, és a két csapat között lehet, hogy még nagyobb lesz így a versengés. Így sem fogunk unatkozni, az biztos, és akkor kezdődjön is a játék, szerintem. Az első csapatot megkérném, hogy álljanak a rajthoz, és indulhat is. Sok sikert! Ott vagy. A vicci. Ez az első állomás, amelyen minden egyes játékos megkapta a jelszót a paradicsomba. Csak angyali nyelven van kódolva. Éppen azért, hogy ezt le tudják olvasni, először is fognak kapni hozzá egy távcsövet, ahhoz, hogy az itt lévő információkat le fogják tudni olvasni. Erre összesen 8 perc áll a rendelkezésükre. Majd később az összes többi állomáson folyamatosan kapnak újabb és újabb információkat, hogy a jelszót ki tudják deríteni. Lássuk! Az első csapat megkapja a feladatot tartalmazó levelet. Ebből az ablakból kell? Igen. És azok a cetlik. És indul az idő. Ez valami háromszög. És itt van mellett egy ilyen. Nagyon nem láttuk semmit. Nem kell. Pedig lehet, hogy nem ártana. Jó, 8 percet. Egy jó. Pontot élek. Király. Szerintetek ez egy nehéz feladat? Hát, nekem nehéz, mert nem látok jól, de amúgy nem. Más hihetnek is tovább a második állomásra. Menjünk. A második pályán az egyik játékosnak egy akadálypályán kell végigmennie, ebben azonban nem hagytuk magára, hiszen a társa segítheti kívülről különböző szavakkal irányíthatja. Erre az egészre 8 percük van összesen.
félbet kötjük le. Miért? Jó? Mert én nem fogok vakon menni. Ó, Istenem. Ne indulj el előre. Csak nyugodtan. Fordulj egy kicsit jobbra. Most gugolj le. Az alatt kell átbújnod. Igen, úgy bújj át. Igen, igen. Jó, már nem kell sok, mindjárt ezen a hallót, ott menj ki. Az első csapat indulása óta eltelt 15 perc, úgyhogy nem is szeretnénk titeket tovább várakoztatni, hogy kérlek, fáradjatok ti is a rajthoz. Sok sikert kívánok! És indulhatok is. Köszönjük! Jó játékot! A második csapat is célba vette az első állomást. Kedves játékosok! Eljött az idő, hogy belevágjatok a versenybe. A helyszínfelelőstől megkapott távcső segítségével meg kell keresnetek egy kódolt üzenetet az ablakból, a lícium ellenkező oldalán. Hol tudok itt az élesíteni? Azzal. Ezzel? Aha. Most próbált. Nehéz volt, mivel mindketten vakok vagyunk. Szinte, de igen. Igen. Szemüveggel kicsit nehéz volt. Aha, igen, biztos. Kenny Hamlet. Én majd írok. Meg a kis felső kéken is van valami, azt hiszem. Nem találom az élességet, ami... Ugye? Full nem. Jó, most fordul. Jó, állj meg. Egy kicsit balra. Jobbra. Arra, amelyről hallasz. Ugyan bújját, mint az előző. De melyik oldal? Nem, másik oldal. Te jó Isten! Szerintem az egész nehéz volt, mert én nem szeretek így sötétbe mászkálni, úgyhogy elég fura. Ez nem szakad össze, Ana? Nem. Gyere egyenesen. Köszönöm. Biztos, hogy jobban sikerült, mint az első. Szerintem. Maga biztosak vagyunk, jó lesz a következő is. Hát jó? Jó. Mondom az idő. Jó, én innen kiesek. Na. Majd most ilyen fekete tömör. Káró. Hát vagy. Van egy fölfele fekete nyíl. Itt a háromszög. Utána a kör, azzal a kis négy kiálló pricökkel. Fasza, igen. Eljárt az időtök. A jó megoldás megkapjátok, csak a feladat megoldás. De ez az albetűt. Gyorsan telt az idő. Igen, amúgy. Azt hittük, hogy még egy csomó időnk van. Nem volt elég időnk. És a távcsövet sem tudtuk rendesen beállítani. A távcső hibája egyértelmű. A távcső hibája. Igen. Nyilván. Megközelítik a második állomást. Ez a harmadik szint, ahol a játékosok ezt az utat megtalálhatják, ami a pokolból fog őket kivezetni. De nagyon fontos, meg fogják nehezíteni a dolgokat, mert ugyanis az egyik játékosnak ki kell húzni egy feladatot, melyet a másiknak a verseny során véghez kell vinnie, és még az is közben jön számukra, hogy az életüket jelképező kis zöld labdát is meg fogják kapni, mely minden egyes elejtés során egy-egy életet elkönyvelhetnek sajnos maguktól. De erre nagyon kell vigyázni, mert összesen csak 5 életük van. Békaugrás csípőretet kézzel kell guggolva járni. Menjünk lifttel! Ja. Jaj. Kapogok. Jó. Aha, úgy veszük, már most vak vagyok, szóval így. Aha. A helyszínfelelős nekik is bemutatja a pályát. Azokkal tisztában vagy, hogyha azt mondom, hogy hány óra fele mennyi? Szemben van a 12. Nagyjából. Ugye csomószor beütöttem a lábam. A térdem, ja. Mert hogy amely nem mentél, az jó volt. Vissza a nyerőséghez. Pókmászás. Hátsó fekvő támaszban láb elő, és így kell haladni. Jó, és kiértetek? Ja, ennyi? Igen. Megtehetek az 5 pontot, és egy megfejtett betű, a másodikat, az egy O betű. Nem esett le a labda, megcsináltuk. Hamar, tök jók vagyunk.
céltudatosan haladnak a negyedik állomás felé. A purgatórium beli negyedik állomás sem kifejezetten a könnyű feladatok közé tartozik, hiszen a játékosoknak memorizálniuk kell különböző tárgyakat, amik három csoportra lesznek bontva. Erre 30 másodpercük lesz, illetve el kell hagyniuk a termet, és miután visszatértek, 2 percet kapnak arra, hogy kitalálják, hogy milyen tárgyak hiányoznak az asztalról, illetve mik a hibák. A kedves nézők vajon kitalálnák, hogy mi hiányzik? És most állj! Megint! Már megint! Ott is van még egy, és ott lent. Magamtól egy óra, oké. Még kicsit balra. 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 Itt. Balra. Balra. Jó, oké. Ez már nem egy óra. És megállhatsz, és itt vagyunk. Jó! Yay! Rekord! 10 pont, maximális. Gratulálok! Fuck yeah! Zseni vagyunk! Ez jó volt, ez kurva jó volt. Örülök, nekem kellett végig menni rajta. Igazából. Be se fértem volna. Nem valami jó rövid távú memóriánk, most kiderült. Mondj valamit, mire emlékszem még? Egy hűtőmágnes. Nem, egy kulcstartó. Nem, az egy matrica, egy kitűző, egy gomb, egy itt valami plusz volt. Halló? Sziasztok! Ez itt a pokol harmadik állomása. Minden indul, és partról fel marad. És átviszel a labdát oda úgy, hogy nem esik ki a kezéből. Ez sose voltam jó utasiből. Nem, nem is. Megoldjuk. És békaugrás, csípőretet kézzel kell guggolva járni. Ez nem is ugrálás. Ez neked az a mit? Oké. Én eddig azt hittem, hogy jó a memóriám, de ezek szerint nem. Sajnálom, de letartozik, és sajnos csak egy pontot sikerült szerezni. Ez mely? Hát, amit én mondtam. Egy nyalóka meg egy róka volt ezen a helyen. Hát, én mindenki nyalóka. Akkor volt egy kacsa, meg egy egér a középső helyen. Akkor tényleg ez itt volt. Ez már a pont. Hát én erre fordulom a részt. Volt egy sokbábú, meg egy robot. Tényleg, sokbábú. Egyet tudtunk. Szerintem jók vagyunk. Fókmászás. Fók. Rákjárás. Még halál? Nem, hogy fók, yes. Vagy csíkozás? Mehetsz, itt az ajtó, de nem baj. Akkor itt megállhatsz. És végeztetek. Ja. Ennyi? 5 pontot kaptok. Sima liba volt. Jó, szerintem. Aha, ez könnyű volt. Meg tudtam csinálni. Mit sem sejtve közelednek az 5. állomáshoz. Szia! Na ne! Persze.
Az ötödik állomás a korábbi adáshoz hasonlóan is szintén a játékosoknak az idegrendszerét fogja eléggé intenzíven próbára tenni. Két lefedett vödörben két fél üzenet található. És más is. Hát abban mi van? Tücsök. Abban még békról. Ez inkább a tücsök. Jó. Én nem félek a békától, csak undorodom tőle. A tücsköt egyébként nem is láttam, szerintem nincs is benne. Benne volt mindegyikben egy fél üzenet, mi a következő állomás, ami a 605-ös terem. Felmegyünk. De jó. A mozi is eljut lassan a purgatóriumba. Még egy gyertek. Ó, te úristen. Aligó, purgatórium, megyünk. De mind a hármat? Aha. Ketten, mármint, hogy te is nézel egyet, én is nézek egyet. A középsőt megkettem. Jó. Aha. Megvan a taktika, kezdődhet a memorizálás. Ez mi? Hol ember? Mondom. Róka. Letelt az időtök. Újabb lépcsőzés, a paradicsom bizony igen magasan van. Sziasztok! Hello! A hatodik állomáson angyalpontot gyűjthetnek a játékosok. Garantált a továbbjutás, hogyha az ügyeletes angyalunkat sikerül megnevettetni. Erre 5 percet kapnak. Elmondom a kedvenc viccem. Két pápa beszélget. Fantasztikusan haladunk. Ez még frappánsabb, mint az előző. Most lenézed a viccemet? Nem, nagyon jó próbálkozás volt. Hát, nehéz lesz, szerintem. Egy csomó dolog, azt sem tudom, hogy micsoda. Innen eltűnt egy medvesajtos kis bigyula. Egy valami, amin medvesajt. Matrica volt. Matrica. Itt meg volt egy karkötő. Meg szerintem ez a piros se volt itt. Itt a... De volt benne valami? Valami. Hmm. Van még két dolga, amit nem tudom. De jó ég. Még onnan még valami. A nyerőség nem adja fel. Majdnem. De már nevet? Bevesen már, akár nem üti magát. Mennyi időnk van? 5 perc. Ah, akkor mit találjuk? Ennyi? Kész, köszönjük. Oké, gratulálok. 4 pontot szereztetek. Köszi. Nagyon kreatív volt. Igen. Nem értékelte az egyetlen viccet, amit tudok, úgyhogy kicsit szomorú vagyok, de nem baj. Hármat kitaláltunk, úgyhogy tök jó. Felét is ítettük. Igen. Kicsit idegesített, amikor nem találtuk igen. ki, hogy valami tudtuk, ott hogy volt, valami volt, de csak nem tudtuk, hogy mi. Amúgy a másik irányba indultunk volna, közel. Az már mindegy. A mozi is szembesül a két bödönnel. Jézusom, ezek ugye nem élő lények. Dehogy nem. Ez a plusz egyes állomás az első állomásnak tulajdonképpen a második fele. Ezen az állomáson a játékosok minden segédeszközt megkapnak ahhoz, hogy a kódot meg tudják fejteni. De vajon elég lesz 10 perc a játékosoknak ahhoz, hogy ezt a kódot meg tudják fejteni és eljussanak végül a paradicsomba? Nem emlékszem, mi a neve ennek. Valahol. Betűciposnál. Nem mi van benne? Itt van egy csök, vagyis egy párot, meg egy béka. Stiptop a béka. Oké. Okay. Kicsit ilyen rettegésfokában éreztem igen. magam, amikor bele kell nyúlni egy vödörbe. Igen, tavaly is erre panaszkodtak. Rettegésfokban. Hello!
csak egy madárpókhoz kellett volna benyúlni, akkor nem, most így befejeztük volna a játékot, tehát hogy ennyi. Kösz, jó volt, szevasztok! Ez kell, ugye? Ja, nyugi van, ne ugráljál ki. Békuci is. Úristen, azért nem másztatok rám, kérlek. Az ötös terembe kell mennünk. Szia, Békuci. Még jó, hogy ilyen marha hosszúak az ujjaim egyébként. Megsimulgassalak, nem szeretném így. Jó, van, babám. Így megtudtuk, hogy a igen. Következő állomás az a 600-as terem. A következő betűtök pedig D, mint Dóra. Leírod. D. Word. Nézd meg. Az egy szó. Uh-huh. Nem akarunk békát otthon. Eltaláltad. Nem akarunk. Éppen. Aha. Jönünk van. Nem, ilyen nincsen. Láthatóan nem kis fejtörést okoz a kód megfejtése. Várj, ez P. Para. Igen. D, az utolsó. Tiéd, itt van, nézd. Tiéd a... Paradicsom. Igen. A Word-öt használtuk segítségként is. Egy olyan betűtípust, amiben a betűk helyett jelek vannak, ezek a jelek, amik a papíron voltak, és kitaláltuk. Paradicsom! Hatodik állomás! Sziasztok! 5 perc alatt! Nem tett poénokat. Na, várjál, elmondom akkor azt a poént, nem fogsz előtt nevetni valószínűleg, mert én sem nevetni fel, de mindegy. Na szóval, hogy úgy van. Jó a felvezetés. Van egy olyan, hogy megy a vak, a sülke, meg a kopasz az erdőben sétálnak, meg minden, és akkor egyszer csak felkiált a... Várjál, meg is kiált fel. Ja, a süket, hogy jaj, hallom, hogy jönnek a törökök. Utána felkiált a maga, hogy ó, én már látom az ászlókat, és utána a kopasz, hogy fussunk, fussunk, hát dobogjon a hajunk, nem? Gondolkozom, hogy milyen jó viccei vannak, de nincsenek. A humor érzékem gyatra. Csiribi. Csiribá. Figyeljünk, Dr. Moore csoda varázslatát. Takard ki a papírral, kérlek. Tadám! Ez már majdnem jó. Ugye? Mi nagyon sokat nevettünk, de... De nem annyira. Igen. Azt ismeritek, hogy két pápa beszélget? Két pápa? Uh-huh. Nem. Hogy van egyszerre két pápa? Igen? Hallgatom. Ennyi volt a poén. Én is nevetek belőle. Ó, becsit, mi fénytől állt az ablakon. Józsi, de hisz, az csak a lámpa! Ne légy így, botor! Bár majdnem! De már majdnem megvolt. Józsi és Hamlet legjobbak. Na! Nehéz feladat volt? Hát... Meglehetősen. De jól éreztétek magatokat. Ja, mert mi átvigyeskedünk, csak poénjaim nincsenek. Igen. A mozi is belekezd a jelszó fordításába. Ez? Nem. Jaj, ez az. Van egy ilyenünk. Ott volt. Utána volt, még egyet nyomtál. Majd átállítjuk utána a betűtípus, szóval ezt nem kell felírni. Csak most a betűket próbálom kitalálni. Volt a kör, a kör is volt. Volt egy kör. Aha, az. Igen. Az is van, igen. A, azt tényleg az a. Na, akkor próbáljuk, hogy összerakni. Kész vagyunk. De úgy gyorsan! Ez egy E betű. Tié. Tiéd a paradicsom. Nézd meg a D-t. Tiéd a paradicsom. 6 perc. Simaliba voltam. Nem para. Simán visszamegyünk, nem? Persze, meg kellene még egyszer. Ugyanis fel tudnánk magunkat küzdeni, szóval. Meg hát. Most, persze. Jövünk máskor is. Ha jól tudom, véget ért a játék, és már itt várakoznak a csapatok, úgyhogy hívjuk is az első így csapatot. Van. Ne húzzuk az időt tovább, úgyhogy mint a nyerőség csapat. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Ahogy. Milyen volt a játék? Izgalmas. Igen, jól éreztük magunkat. Sikerült teljesíteni a feladatokat? Úgy, ahogy. Több-kevesebb sikerrel, de igen. Volt, amit esetleg nem. Hát az első olyan nehezebb volt, de megpróbáltuk azt is azért. Mi csak volt nem benne? Kaptunk rá pontot. Mi volt benne a nehézség? Az, hogy nem látunk. Nem látunk jól, és ezért nem láttunk el, addig még távcsővel se.
kb. Ennyi. És volt esetleg olyan feladat, ami a kedvencnek bizonyult utána, könnyen oldhatunknak? Sok könnyű volt, a kedvencünk talán a legutolsó volt, amikor az első feladatban kapott jeleket kellett megfejteni és betűre átcserélni. Akkor gondolom erre kaptátok a legtöbb pontot. Nem. Ugyan erre is. Nem volt egy jobb. Talán a szembekötősre kaptuk igen, a legtöbbet. Ott megkaptuk a legtöbb pontot. És az a feladat nem tetszett? Az is izgalmas volt, nekem kicsit ijesztő. Ugye? Én szememet kötötték be, aztán nem szeretek így vakon mozogni. Ezt is ki kellett próbálni. Így van. És akkor ne is húzzuk az időt tovább, nézzük meg a második csapatot, akik a... Nem más, mint a mozi csapat. A mozi csapat. Fogadjuk szeretettel. Sziasztok! Jó, sziasztok! Ti is túlestetek a nehezén. Hogy éreztétek magatokat? Jó, nagyon vicces volt. Éreztük. Igen. Volt olyan feladat esetleg, ami kicsit így nagyobb nehézséget okozott? Az első. Az mindenképpen. Igen. A tárcsa. Rossz volt a tárcsa. Igen. A távcső hibája. Egyetemben. A másik csapat is ezt említette. Hát, ebből is lesz. Ez jelent távcső volt a rossz. És mi tetszett a legjobban a játékok közül? Amikor be kellett egyikünk szemét kötni, és a másik megirányította. Meg amikor ő húzott nekem feladatot, és én meg igen, a labdát csináltam. Vittem a folyosón. Akkor ezek jól is sikerültek. Igen, ez max pontos. Így van. Gratulálunk hozzá. Köszönjük. És ne is húzzuk tovább az időt, akkor esőnek rögtön az eredményhirdetésnek. A második helyezést elérő csapat a... Nem más, mint a mozi csapat. Gratulálunk nekik. Oh. Az ajándékuk pedig nem más, mint az Egri Retroburger felajánlásával egy kupon, kettő kupon, illetve egy-egy oklevél, parancsoljátok. Valamint az Egri Korona Borház által erre a nemeszére adott vörösbor. Tessék, fogyasztatok egészségügyi. Köszönjük szépen. Gratulálunk. Köszönjük. Pontokhoz. Nagyon fontos megegyezni, hogy a két csapat között csak egy pont eltérés volt. Igen. 27 pontot értetek el, míg az első helyezett, a nyerőség. A nyerőség csapat. 28 pontot. Úgyhogy gratulálunk nekik. A nyerőség csapat szintén fejenként egy-egy kupont kap az Egri Retroburgerből. És fejenként egy-egy emlékoklevelet, valamint még egy kis pluszot, a Líra könyvesbolt által kiadott szuper kiadványt. És szintén az Egri Korona Borháztól egy palack bort. Gratulálunk hozzá! Gratulálunk! Köszönöm! Hát köszönjük szépen a csapatoknak a részvételt, a nézőknek pedig a figyelmet, Ádám, neked pedig a kitartást. Köszönöm szépen, és szintén neked is, hát szóval kedves hölgyeim és uraim, kedves nézőink, ez volt a Danteli Comának a második vetélkedője. Remélem, hogy önök is a képernyők előtt annyira jól szórakoztak, mint mi itt. És hát akkor nagyon szeretném megköszönni Veres Petrának, hogy vele együtt vezethettem ezt a műsort. Én is köszönöm szépen Kovács Ádámnak a műsorvezetést, és reméljük, hogy jövőre is velünk tartotok, illetve a nézők is velünk tartanak. Igen, a viszontlátásra. Viszontlátásra. Thank you.